Crema de la Pub zenekar koncertjében vette kezdetét június 30-án a Bakács téren a köztisztviselők napja alkalmából rendezett esemény Ferencvárosban. Az, hogy mennyire vagytok boldogok. Mert minden más tevékenységre, a miénkre is igaz, jó köztisztviselő boldog köztisztviselőből lesz. Ezért legfontosabb polgármesteri kérésem felétek, legyetek szívesek, legyetek boldogok. Nem tudom, hogy a következő munkatársak mennyire felelnek meg ennek, de az biztos, hogy munkájuk a legjobbak között van. A folytatásban a házasságkötőteremben Baranyi Krisztina Ferencváros polgármestere köszöntötte a megjelenteket, és bemutatta Ferencváros új jegyzőjét, Balogné dr. Nagy Editet. Ez a nap a mi hivatásunkról szól, és örülök, hogy Ferencváros képviselőtestülete fontosnak tartotta, hogy a köztisztviselők napját munkaszüneti napján nyilvánítsa, azt követőleg is, hogy ez már nem minősül állami országos ünnepnapnak. Idén Ferencváros Magyari Zoltán díját Petrovicsné Fehér Judit kapta. Petrovicsné Fehér Judit 2007 júniusától dolgozik a Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodáján, ahol 2014. szeptembere óta a számviteli csoportvezetői munkakört látja el. A számviteli csoport munkáját higgadtan, példaértékűen koordinálja. Kiemelkedő szerepe van a beszámolók, az államháztartási adatszolgáltatások pontos, jogszabály szerinti, határidőben és valós tartalommal történő előkészítésében. Kiváló humorérzékű és vidám természetű kolléga. Ferencváros Magyari Zoltán díja, Petrovicsné Fehér Judit. Ferencváros Magyari Zoltán díjasa lett dr. Pap Ágnes. Dr. Pap Ágnes a Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban 1991. augusztusától dolgozik, először főelőadó, majd irodavezető munkakörben a szervezési irodán. 2015 márciusától látja el az üzemeltetési iroda irodavezetői feladatait, a gondnoksági és az ügyviteli csoport irányítását. Ezzel biztosítja a hivatal életének mindennapi zökkenőmentes működését, a technikai feltételek meglétét. A hivatali évek alatt számos népszámlálás, országgyűlési, önkormányzati, valamint európai parlamenti választás és népszámlálás előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában vett részt. Munkafegyelme és munkabírása kivételes. Sok pályakezdő fiatal tanult tőle, amivel biztos alapokat szereztek a későbbi közszolgálati munkájukhoz. Ferencváros Magyari Zoltán díja, dr. Pap Ágnes. A köztisztviselők napját egyébként hivatalosan 1997 óta ünneplik országszerte. Ferencváros Magyari Zoltán díjában pedig a közigazgatásban végzett, magas színvonalú szakmai munkát ismerik el minden évben. A közszolgálati tisztviselők napja, azaz július 1-e munkaszüneti nap az ügykezelők és a közhivatalokban dolgozó fizikai alkalmazottak számára Ferencvárosban.